Itt vannak az ellenőrök! Gyorsan, itt vannak az ellenőrök! Ellenőrzés! Engedte meg, hogy itt áruljon! Akkor lefoglaljuk a riksáját! Vissza! Vissza! Emberek, hozoljanak! Mozgás, mozgás, nincs itt semmi látnivaló! Összön, jól van. Ilyen fiatal és már is lop. Hajd, biztos csak félreértés. Mindig véded mások méltóságát. Megjöttél. Igen. Csókolom, néni. Ha a gyermekeink még új hívők, de nem törekednek az igazságra, szeretettel segítsük őket. Yang nővér, van benne emberség, az igazságra törekszik és kompetens. Yang nővér és Liu nővér kapta a legtöbb szavazatot, ők lesznek a gyülekezet vezetők. Kérlek, te vezető vagy. Adj nekem új kötelességet, bármi jó lesz. Úgy érzem, hogy Liu nővér nagyon család. Az alapelvek kimondják, hogy családember nem lehet vezető. Ha ez így van, tényleg jelentened kellene. Ha jelented ezt, a főnököd valószínűleg ki fogja rúgni, akkor aztán Liu úr utálni fog téged. Ha nem az igazság, hanem sátáni filozófiák irányítanak, akkor kárt okozunk a gyülekezet munkájában és a testvéreink életében. Akkor én Lichinggel megyek. A részleteket majd személyesen. Ez egy igazi nagy hal lehet. Legalább gyülekezet vezető. Azonnal álljon meg! Kapjátok el gyorsan! Megállni! Rossz hírek, baj van. Tegnap, mikor Liu nővér összejövetel tartott Shenzhuangban, rájuk törtek a rendőrök, mindenkit letartóztattak. Figyelmeztettem Liu nővért, hogy ne beszéljen telefonon az ügyeinkről. Nem fogadta meg. Én meg annyiban hagytam. Mindenható Isten azt mondja, vannak olyan emberek, akik nem vállalnak semmilyen felelősséget, függetlenül attól, hogy milyen kötelességet teljesítenek. Nem jelentik azonnal a felettesüknek az általuk felfedezett problémákat sem. Amikor azt látják, hogy az emberek megszakítóak és megzavaróak, szemet hunynak. Amikor gonosz embereket látnak, akik gonoszságot követnek el, nem próbálják megállítani őket. Nem védik Isten házának érdekeit, és nem gondolják át, mi a kötelességük és felelősségük. Ők hamis jó emberek, és képmutatóak. Csak úgy tesznek, mintha jók lennének. Azok, akik a középutat járják, a legalattomosabb emberek. Nem sértenek meg senkit, simulékonyak és dörzsöltek, minden helyzetben jól játszanak, és senki nem látja a hibáikat. Olyanok, mint az élő sátánok. Most már végre értem, hogy nem vagyok jó ember. Sátáni filozófia szerint élek. Nem gyakoroltam az igazságot. Embereknek akartam tetszeni. Mindenható Isten azt mondja, tudnotok kell, hogy Isten azokat szereti, akik becsületesek. Isten lényegénél fogva hűséges, ezért mindig meg lehet bízni a szavaiban. Isten szereti azokat, akik becsületesek vele. Becsületesnek lenni nem más, mint cselekedeteidben és szavaidban tisztának lenni, és nem téveszteni meg sem Istent, sem embert.